Útra kelni és megszállni, szép kaland. Elképzelni és maradni, az se kisebb. Utak útvesztők párnáin álomra lelni, s titkuk megsejtve kelni föl a legtöbb tán. Indulni újra, ez gyötör. Szeretek csavarogni, és azt hiszem, hogy amikor rajzolok, az is egyfajta csavargás, mert attól, hogy én olyan sokáig dolgozok egy munkán, és olyan nagyon-nagyon cizellát lesz, az lehet, hogy azért van, amit mondasz, hogy az úton levésből következik, vagy része az úton levésnek, mert hogy az ember nem akarja még befejezni, még csinálni akarja egy darabig, hogy még tartson a létrehozás fázisa, ami megfeleltethető az úton levésnek tulajdonképpen, mert hát soha nem a végeredmény a fontos, a rajzban sem a végeredmény fontos, hanem amíg csinálja az ember, addig ugye lehetőségeket hordoz a dolog. Biztos, hogy van benne valamiféle vonzalom a mögöttes tartalmak iránt, ami nem közvetlenül látható, ami el van rejtve előlünk, amihez egy kis erőfeszítést kell tennünk, hogy megismerhetővé váljék, erőfeszítést annak, aki csinálja, de annak, aki még fontosabb, aki látja, aki megérti, aki megfejti ezeket a dolgokat. Biztos van benne valami olyan, hogy a világ, amelyben fölnőttem, az abban volt valami rejtjelezés, ami nem volt közvetlenül megérthető, illetve tudtuk, hogy vannak benne csapdák, hogy a csapdákat ki kell kerülni, meg hát ez volt az a kor, hogy a sorok között kell olvasni, vagy hogy a képek mögé kell nézni. Tehát, hogy nem az a fontos, ami első pillanatra nyilvánvaló, hanem valami rejtett, valami másodlagos tartalom, ami nyilvánvaló. Úgyhogy, ha ilyen képeket próbáltam én is csinálni, vagy az ilyen képeket szerettem, vagy ilyen képeket próbáltam megfejteni, az lehet, hogy egy kicsit korfüggő is. Talán. Meg hát az is benne van, hogy nagyon gyakran láttam azt galériákban, múzeumokban, hogy egy pillanatra oda néznek egy képre, és lépnek tovább a látogatók. Én meg vagyok annyira önző, hogy szeretném azt, hogyha egy pillanatnál továbbra is ott maradnának a kép előtt. Ehhez viszont kell az, hogy legyen valami furcsa plusz a képben, mondjuk egy második jelentés. Múlt és jövendő éppen szobádig érit, tárd mindkét ablakot ki mostan ütközésig, két naplementét látsz, szolgáltál két urat, s szétszórja dolgaid egy hűvös léghúzat.